Az ázsiai Broad Peak nevű hegy 8000 méter magas csúcsát szeretné meghódítani Szlankó Zoltán. A mászás előtt azonban egy alacsonyabb hegyen, a Pastor Peak-en próbálták ki magukat amerikai mászótársával. Zoliék nekivágtak egy szomszédos 6000 méteres csúcsnak akklimatizáció céljából, amit nyáron viszonylag sokan másznak, télen viszont egyetlen megmászása sincs. Ennek megvan az oka, erre Zoliék közben rájöttek, a gletszer az nagyon-nagyon hasadékos, és a hó az elég veszélyesen fedi ezeket a hasadékokat, úgyhogy nem is érték el ezt a csúcsot. Zoli úgy döntött, hogy érdemesebb visszafordulni, és inkább majd a Broad Peak-en próbálkozni mégiscsak az akklimatizációval. Így most az alaptáborban várakozik. Magyarországról rendszeresen kapják a pontos időjárás előrejelzést, így tudják, mi várná őket a magasabb részeken. Ezért egyelőre nem indul tovább. Az időjárás az olyan, amilyen általában a téli 8000-eseken, meg ott a K2 környékén lenni szokott, mínusz 20, mínusz 30 fok lent a völgyben. Most eléggé jó ideig volt egyébként, sokat sütött a nap. Egyelőre a szél sem volt annyira vészes, most romlik majd el a hétvégén megint az idő, de a fagy az mindig nagyon-nagyon kemény. Főként az alaptáborban tétlenül várakozva, hiszen érdemes kihasználni a hegyre szánt heteket. A siker azonban nagyon sok mindentől függ. Az alaptáborban várakozni ezért nem kisebb erőt kíván, mint maga a mászás. Ez a legnehezebb része a téli expedíciózásnak, mert iszonyatosan eseménytelenül telnek a napok, adott esetben akár hetek, tehát erre nyilván fel kell készülni, az embernek tudnia kell bírni a magányt, a bezártságot a sátorba, akár napokig, úgyhogy erre megfelelően fel kell készülniük előzetesen, úgyhogy ki mivel tölti az idejét, zenét hallgat, e-könyvet olvas, tehát ilyesmi dolgokkal lehet elütni az időt, esetleg felszerelést javít, hogyha szüksége van rá, beszélget esetleg az alaptábori személyzettel, hogyha meg tudják egymást érteni a társával, tehát ilyen módon telik ilyenkor az idő. De nehezen és lassan. A különleges téli expedíciót nagy nemzetközi figyelem kíséri. Szlankó Zoltán várhatóan február elején tér haza Szolnokra.